Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Éva Natália diplomáciai feszültséget okozott Lengyelországgal Orbán Viktor túlsványosi beszéde, amelyben élesen kritizálta a lengyel politikát. Erről fogunk beszélgetni Dobroviecki Péterrel, az MCC Magyar Német Intézetének kutatás akit szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A korábbi évekhez megszokottan Orbán Viktor idén is beszélt a túlsványosi, bálványosi szabadegyetemen, és a szombati beszédében több olyan kijelentés is elhangzott, amelyet a lengyel kormány sértőnek tartott. Milyen kijelentésekről beszélünk pontosan, mik hangzottak el? Alapvetően a beszéd, ugye egy hosszabb beszédről volt most szó, talán még a tavalyi beszédnél is hosszabban, Öm, beszélt a miniszterelnök ura magyar, ö, illetve európai külpolitikai, illetve a globális külpolitikai kihívásokról és biztonságpolitikai kihívásokról, és ebből beszéd egyik ö, aleleme foglalkozott lengyel-alengyel lengyel politikával is, mégpedig arról, hogy Lengyelország Közép-Európában történelmi, elsősorban történelmi és geostratégiai okok miatt egy sajátos politikai irányelvet követ, még pedig azt, hogy erős amerikai támogatással próbál számára két történelmek fenyegető ország, Németország és Oroszország között egyfajta közép-európai politikai hegemóniát elérni, legalábbis egy, egy pillanatnyi státuszát meghaladó pozíciót kiharcolni, és ö, alapvetően a beszéd tartalmazott több olyan megfogalmazást, több olyan kijelentést, amit a lengyel fél erősen ö, sérelmezett. Um, alapvetően itt ilyen megfogalmazásbéli dolgokról beszélhetünk, emelve, hogy ez kudarccal fog vége, végződni a magyar miniszterelnök álláspontja szerint, ez a lengyel kísérlet, hogy ez egy téves út, um, Alapvetően ezek a dolgok már korábban is elhangzottak, de nem kerültek ennyire nyíltan nagy közönség előtt megfogalmazásra, és jól tükrözik azt a folyamatot, amely a lengyel kormányváltás 2023. decemberi kormányváltás követően a magyar-lengyel viszony rendszert jellemezte. Korábban sem volt ugye felhőten a kapcsolatrendszer, pont az ukrajnai háború ellentétes megítélése, az arra adott válasz ellentétes megítélése miatt. Azonban a nyugis igazságosság kormány leváltását követően egy olyan kormánykoalíció vette át a hatalmat Lengyelországban, amely többször is komoly, keményen és komolyan kritizálta a magyar kormány álláspontját több kérdésben is, és mindegy erre adott megkésett válaszként vagy, vagy folyamányaként ennek most magyar fél is egy komoly kritikát fogalmazott meg, amit előbb a lengyel külügyminiszter helyettes majd pedig a lengyel külügyminiszter is ö, külön interjúban ö, élesen elutasított és válaszkritikával illetett. El meg ugye a magyar kormány részéről Szijjártó Péter külügyminiszter is többször élesen reagált, tehát egyfajta mm, diplomáciai, ö, hogy mondjam, ö, véleménycsört alakult ki. Nem mondanám, hogy, hogy ö, vagy tragikus irányba mennének a dolgok ettől függetlenül. Azonban nem feltétlenül szerencsés az, hogyha, hogyha két kormányzat ennyire a, a verbális eszközökre helyezi hangsúlyt egymás politikájának megítélésekor. Egyes elemzők arra tették a hangsúlyt, hogy szerintük Orbán Viktor új frontot nyitott ezzel a beszédével, hiszen jelzés érték magába, hogy nem a lengyel kormányt, hanem kifejezetten a lengyeleket említette. Van ennek bármi jelentősége, illetve mi a miniszterelnök célja ezekkel a kijelentésekkel? Ugye, ahogy korábban is említettem, egy elég hosszú beszédről van szó, illetve azt is fontos tudni, hogy aki a magyar külpolitikát, vagy a magyar politikai, politikai közbeszédet figyeli, azt tudhatja, hogy alapvetően tusványosan, báványosan a miniszterelnök mindig kötetlenebbül beszél, és elsősorban a, a tágabb magyar kárpátmedencei közösségnek. Ö, innentől kezdve vannak olyan megfogalmazások, amelyeket, amelyek évről évre mindig ma lehet így mondani, külpolitikai botrányt, vagy nagy külpolitikai vízhangot váltanak ki elég csak az illiberális demokrácia máig emlegetett kifejezésére gondolni, vagy a tavalyi beszédben elhangzott egyes elemek is rövid ideig nagyon hangos reakciókat váltottak ki. Most sem volt ez másként, azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok Európa, illetve globális pozícióját erősen, erős kritikával illette a miniszterelnök, illetve a lengyel kormány a lengyelek kifejezés használta, Várható volt, hogy hogy emellett szó nélkül nem fognak elmenni a, a mostani lengyel kormányzat képviselői. Én azonban személyesen nem mondanám, ne, nem tartom szerencsésnek a megfogalmazás semmiképpen sem, azonban nem is tartanám ezt egy, egy ö, tragikus ballépésnek, vagy egy annyira fontos tényezőnek. Itt már korábban is rengeteg, rengeteg ö, ütközési pont volt a két kormány között. Az Ukrajnának megítélendő különböző Európai Uniós pénzügyi támogatások kapcsán, vagy a vagy a magyar ő, politika egyes elemeivel kapcsolatban, vagy akár Orbán Viktor múlt béli külföldi diplomáciai körútjával kapcsolatban, vagy a magyar EU elnökséggel kapcsolatban. Tehát azok a politikai üzengetések, amelyeket esetleg mondjuk a tágabb közvélemény nem, nem követ napi szinten nyomon, de egy-egy elszólásban, odaszólásban megtalálható, az most egy szélesebb nyilvánosság előtt is ö, napfényre került. Ettől függetlenül persze lehet, lehetne azt mondani, hogy hogy diplomáciai kapcsolatok érdekében mindig érdemes óvatosabban fogalmazni, de azt is tudjuk, hogy, hogy a magyar miniszterelnök tusványosan szánszándékkal, minden bizonyos szánszándékkal nagyon kötetlenül beszél, és többször használ olyan kifejezést, ami potenciálisan, ha lehet ilyen kolokviálisan mondani, kiveri a biztosítékot egyes NATO vagy EU partnernél. De. Ettől nem, nem, ettől nem lett komolyabb az üzenet, akkor az üzenet még mindig ugyanaz, mégpedig az, hogy Ukrajna esetében ö, és az Ukrajnával kapcsolatos politika esetében nagyon komoly véleménykülönbség van a lengyel kormány és a magyar kormány álláspontja között. Orbán Viktor beszédének volt egy nagyon érdekes eleme, erről szeretném önt kérdezni. Ugye arra utalt, hogy a Párizs-Berlin tengely volt alapvetően Európának a hatalmi tengelye a háború előtt, viszont ez megváltozott, és jelenleg egy London, Varsó, Kiev, a balti államok és a skandinávok alapuló erőközpont van kiépülőben, Szerintem hogyan kell érteni pontosan ezt a kijelentést, ennek értelmében hogyan változtak meg az ukrajnai háború során az európai erőviszonyok? Mm, ezt még én, én sem tudom megmondani per pillanat, hogy ezt hol fog vezetni a középtávon akár, hogy az erőviszonyok milyen irányba változnak meg. Az biztos, hogy Németország már hosszabb ideje keresi a helyét. Minden bizonyal ez volt az egyik kulcs, kiinduló a miniszterelnök gondolatának. Ö, még, még pedig az, hogy a, a német ö, Angela Merkel kancellárságát követően az új német szövetségi kormány új, tehát lassan már több, közelebb a választásokhoz lévő, mind a megalakulásához lévő német kormány még mindig ö, egyfajta kötéltáncot jár, ami a külpolitikáját illeti, és nem nagyon lehet látni, hogy Németország Európában meghatározó szerepet tudna betölteni a külpolitika alakulásában. Ezen szemben Lengyelország pont az ukrajnai helyzet miatt nagyon proaktívan lépett fel a háború kitörését követően, és próbált egy olyan új szövetségi rendszert, nem, nem, is informális szövetségi rendszert, vagy, vagy partnerrendszert kialakítani, amely azon az országokból áll, amelyek az orosz ország jelentette fenyegetést, nagyon, nagyon komolyan értékelik, és katonai szempontból is mindenképpen Aktív fellépés sűketnek ellene, azért nem szoron szóval balti államokat jelenti, Romániát, illetve Nagy-Britanniát, amely az EU-ból való kilépését követően talán most lépett vissza először a kontinens politikai közéletébe aktívabban, Te, mindezt tetőzve egy, egy stabil támogatásra az Egyesült Államok részéről. Kérdés, hogy Franciaország mit szeretne? Ugye erre is vonatkozott a, a miniszterelnök kijelentése, hogy a korábban Angela Merkel alatt, illetve, illetve különböző francia elnökök alatt proaktívan működő francia-német tengely most nem annyira látható Európában. Macron elnöknek van a különböző elképzelései, amik általában nagy visszhangot váltanak ki azonban ezek megvalósítása, rendre elmarad, elég csak az EU bővítés politikára vagy az EU jövőjére, jövőjével kapcsolatos kijelentésére gondolni, vagy amikor a nato a NATO működését illetve komoly kritikával. Úgyhogy, úgyhogy inkább az, az látszik, hogy a kisebb közép-európai államok, illetve közepes államok, mint Lengyelország partnerekkel kibővülve aktívan próbálják terelni az európai külpolitikát egy adott irányba, és nem nagyon van most alternatíva ez, ez, ezen irányjal szemben. Nem jelenti azt, hogy ez ez az irány ez elég erős támogatást élvezne, vagy egyáltalán megfelelő irány lenne, ez csak azt jelenti, hogy, hogy per pillanat van egy, adott, egy elképzelés ad, ezen államok részéről, és nem nagyon van alternatíva. Magyarország némileg külön utas módon, eléggé hangosan egy alternatív politikát képvisel, azonban egy-két csendesebb vagy kevésbé látható támogatótól eltekintve per pillanat nincs meg az a hosszabb támogatói lista a magyar külpolitika mögött, mint az van például a lengyel külpolitika mögött, és akkor igazából ez lenne az, amit a miniszterelnök meg, meg, megfogalmazott, utalva arra, hogy meglátása szerint ezen külpolitikai irány nem feltétlenül gyümölcsöző a kontinens számára. Hogyan reagálta a lengyel vezetés a miniszterelnök beszédére? Ahogy a korábban is említettem, legelőször a, a külügyminiszter helyettes reagált komolyabban a, a beszédre ö, vasárnap, ö, vagy talán vasárnap, déle, vasárnap reggel, vagy szombat este, és ezt követte egy exkluzív interjú egy viszonylag kisebb lengyel hírportálnak, közép közép-európával foglalkozó hírportálnak Sikorszki külügyminiszter részéről, ahol a, bár Magyarország, illetve Orbán Viktor beszéde volt a fő téma, azért a lengyel külügyminiszter számos más kérdésről is beszélt. Érthető módon erősen elítélték a magyar miniszterelnök szavait, és viszont vádakat fogalmaztak meg, mégpedig, hogy a Magyarország külpolitikája árt az EU-nak, árt a NATO-nak, illetve ö, kendőzetlenül a külminiszter felszólította Magyarországot, hogy amennyiben Magyarország így látja, a magyar miniszternök így látja, a, a Európai Unió vagy akár Lengyelország politikáját, akkor esetleg érdemes lenne ö, más, más partnerszervezetek ö, hezló csatlakozásban gondolkodni, és az újból való kilépésben gondolkodni, de hát ez egyértelműen ez csak egy, egy erős, az erős magyar állításokra egy viszont erős lengyel állítás volt. Sokkal ö, érdekesebb az, hogy mit mondott például a v együttműködésről a lengyel külügyminiszter, ahol Sikorszki külügyminiszter alapvetően a v együttműködés pozitív vetületeit is, kihangsúlyozta, természetesen ismerte, hogy Lengyelország számára a Weimári együttműködés Németországgal és Franciaországgal sokkal fontosabb most, mint a Visegrádi platform, de kiemelte, hogy a Visegrádi együttműködésnek vannak olyan elemei, például a Visegrádi, Visegrádi alap által támogatott kulturális és oktatási együttműködési formátumok, amelyeket mindenképpen meg kell őrizni, és bízni kell abban, hogy az álláspontok majd a jövőben jobban közelednek egymáshoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy, hogy Sikorszki külminiszter túlságosan pozitívan látná a jövőt. Ugye tudjuk, hogy, hogy már számos kérdésben korábban is éles vitában állt a magyar kormány különböző tagjaival, akár még, még akkor, amikor ellenzéki politikus volt az elmúlt években, de de azért az ő szavai mutatják azt az árnyékolt képet, mely szerint vannak olyan együttműködési pontok, most is szerencsére, és maradnak is a jövőben, remélhetőleg, amelyek a magyar-lengyel viszonyrendszernek egyfajta stabilitást adnak a mindenkori öm, nagyobb visszhangot kiváltó politikai üzenetek mellett is. Ugye pont más területeken is volt feszültség az elmúlt hetekben a két ország között, hiszen Lengyelország külügyminisztere Orbán Viktor békemissziójára hivatkozva egy olyan javaslatot tett, hogy az Európai Unió külügyi és védelmi minisztereinek az augusztusi ülését ne Budapesten, és ne is Brüsszelben, hanem a nyugat-ukrajnai Lviv városában rendezzék meg. Ezt egyébként Szijjártó Péter megvétózta, szóval nem, nem fogják tudni áttenni egy Európai Unión kívüli országba az ülést, viszont azért jelzésértékű az ügy. Persze, itt alapvetően két teljesen ellentétes narratíva létezik. A lengyel narratíva szerint Magyarország támogatta, Szijjártó Péter személyében magyar, magyar kormány támogatta ezt a javaslatot, Szijjártó Péter álláspontja szerint a magyar kormány az elejétől fogva ellenezte ezt az álláspontot és megvétózta. Innentől kezdve nem lehet pontosan megmondani, hogy, hogy mi is zajlotta az árt ajtók mögött. Az biztos, hogy, hogy hivatalosan a e, Érthető módon a magyar kormány nem támogatta azt, hogy, hogy vagy vívbe, vagy munkácsra helyezzék át ezt a ezt a miniszteri EU-s csúcsot Budapest helyett, úgyhogy hogy ez megint egy olyan politikai, külpolitikai helyzet, amikor nem lehet pontosan tudni, hogy a informális beszélgetések során miről volt szó, hiszen a végén a, a hivatalos kommunikáció során két félt, két teljesen más verzióval áll elő. Donald Tusk kormányzását megelőzően Lengyelország bizonyos kérdésekben Magyarországgal együtt egyfajta ilyen különutas politikát igyekezett képviselni az Unióban. Tusknak a kormányzása óta, december óta, miben változott Lengyelország szerepe az Unióban? Alapvetően az történt, amit már korábban Donald Tusk beígért, abban az esetben, hogyha a lengyel kormány új lengyel kormányt az által vezetett polgári platform ö, fogja vezetni. Tudni kell ezt persze azt, hogy Donald Tusk, miután miniszter, két cikluson, másfél cikluson is keresztül miniszterelnök volt Lengyelországban, az Európai Unió ö, a Brüsszelbe távozott, az Európai Unió vezető tisztségviselője legyen, tehát várható volt, hogy az ő visszatérése egy markáns váltást idézhet elő a lengyel külpolitikában, a lengyel uniós politikában. Ez be is következett. A lengyel, lengyel álláspont szerint már nem a szuverén nemzeti prioritások mindenáron való megvédése. A, a célra vezető eszköz annak érdekében, hogy Lengyelország érvényesítse akaratát az Európai Unióban, hanem inkább a, egyfajta um, proaktív az uniós intézményi rendszerekkel nem szembe intézmény követelésével nem szembehelyezkedő, hanem azokkal kiegyező ő politika a, a fontos, de érdemes itt hozzátenni, hogy nem szabad egyenlőségére tenni a mostani Tusz-kormány és a korábbi Tusz-kormány között. A mostani lengyel kormány sokkal markánsabban kiáll olyan ö, kérdésekben a lengyel állásban mellett, mint például a migrációs kérdés. Az jog és igazságosság vezette 2015-től 2023-ig hivatalban lévő kormányok sokszor mondták azt, hogy a őket megelőző TUSZ kormány vagy polgári platform vezette kormányok kiszolgálták a lengyel érdeket az Európai Uniónak. Most azonban azt látjuk, hogy bár egy sokkal párbeszéd készebb, konstruktívabb, és emiatt talán kevésbé látványos a nemzeti érdekek mellett, mellett politizáló lengyel kormányt látunk, de a színfalak mögött azért sokkal több esetben mondja, mond nemet a, a, brüsszeli elvárásoknak Lengyelország, mint azt tette korábban a korábbi Donátus között a kormányok idején. Az elmúlt időszakban még nagyon izgalmas kérdés volt az Unióban, hogy milyen LP frakciók fognak születni, és nagy kérdés volt, hogy a jog és igazságosság csatlakozik-e a patriótáknak a pártcsaládjához. Végül ez nem történt meg, és az Európai Konzervatívok és Reformerek párt családnál maradt. Ennek ellenére megmaradt továbbra a jó viszony a, a Fidesz és a Jog és Igazságoság között? Természetesen a, a két párt közötti viszony korábban rendkívül jó volt, az ukrajnai háború volt az a. Tehát korábban, bár eltérő volt a megítélése Oroszországnak, illetve Oroszországhoz kapcsolatos külpolitikának, ameddig nem tört ki az ukrajnai háború intenzívebb szakasza, hiszen 2017 től kezdve azért Ukrajnában harcok zajlanak, addig nem volt annyira megosztó ez a kérdés a két párt számára. A 22-es -22 inváziót követően előtérbe került, megkerülhetetlenné vált a kérdés immár, és komoly törést okozott a jog és igazságosság és a Fidesz kapcsolatában, azonban ahogy teltek a háború kitörése óta a hónapok, évek, úgy az a viszony némileg rendeződött, és mára talán nyugvó pontra jutott, ami pedig az Európai parlament belüli közös politizást illeti, számos kérdésben ugyanazon, platformon van a jog és igazságosság és a, és a Fidesz annak ellenére, hogy két más, két különböző frakcióban foglalnak helyet, a két frakció ö, politikailag azonos, azonos térfélem van, azonban itt a lengyel csatlakozási szándéknak a nem megvalósása mögött elsősorban az állt, hogy a jog és igazságosság, amennyiben csatlakozott volna az újonnan új létrejövő patrióták frakcióhoz, ö, kevésbé erős pozíciókat kapott volna minden bizonnyal a frakción belül, mindazt kapott, mindazt tette, azt követően, hogy hogy az európai konzervatívok és reformák frakciója látva egy konkurens frakció létrejöttét, ő töre, ő, jobban törekedett arra, hogy megtartsa a jog és igazságosság képviselőit saját ö, a saját sorai közt. Tehát ez egyfajta politikai helyezkedés volt, vagy, vagy hatalom politikai helyezkedés volt, amely ezt eredményezte, hogy, hogy a jövőben is a ICR alelnökét a jog és igazságosság adja. Dobroviecki Péterrel beszélgettünk, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. Köszönöm én is.